December 7-én vasárnap ismét adventi bőrzét rendez az idén 25 éves Dr. Széki Endre Társaság. Vendégünk Pándi Tamás, az Egyesület elnöke. Üdvözlöm! Köszönöm szépen! Én is üdvözlöm a nézőket és önt is. Én tavaly ott voltam ezen az adventi bőrzén, egy nagyon hangulatos, nagyon kellemes kis rendezvénynek tűnt. Azóta nem volt alkalmunk erről beszélgetni. Ön szerint hogy sikerült? Hogy fogadták a környékbeliek az ötletet? Hát nagyon jó volt annak dacára, hogy nem terítették sem a városképet, sem a mi Paluképp című újságunkat, és ennek dacára, amint látta, hát elég szép számmal voltak jelen, és hát a gyerekeknek én komoly örömet okozott az elmondások szerint a kézműves foglalkozás. Tényleg egy csomó olyan karácsonyi díszt, tárgyat, emléktárgyat készíthettek el, ami hát tényleg, ha nem is mondom, hogy a legnagyobb dísze volt a karácsonyfának az ünnepen, de azt hiszem, hogy mai napig is figyelnek rá a gyerekekre, hogy azt feltétlen tett fel apu, mert azt én csináltam. Karácsony előtt, ugye az adventi időszakban többnyire inkább vásárokat szoktak rendezni, és hát mindenféle ajándéktárgyakat árusítanak ilyenkor. Ez egy bőrze. Itt ugye mindenki bemutatja a gyűjteményét, csereberére van lehetőség, és természetesen a vásárlásra is. Hogy jött az ötlet, hogy ne vásárt, hanem bőrzét rendezzenek? Hát az alapötlet az dr. Mayer Lajosnak született meg az agyában. A bőrze az az én találmányom, hogy ne az a hagyományos, tehát ne ez a csilicsári vásár legyen, ami mit tudom, a Gics parádéval is vetekszik. Én arra gondoltam, hogy ha már az embereknek, mindenkinek van egy valami titkos gyűjteménye, tehát valamilyen gyűjtése, tehát nagyon sok embernek, de nincs arra lehetőség, hogy megmutassa. És akkor ezt próbáltuk egy kicsit úgy cizellálni, hogy igen ám, de hát ez önmagában nem biztos, hogy meg fog állni. Ezért jött be a kézműves foglalkozás, és hát ez a bőrze tulajdonképpen egy ilyen, nem mondom, hogy klub jellegű, hanem lesz visszatérő, de lesznek új emberek is, akik látták, vagy hallottak róla, hogy ez egy nem rossz ötlet, nem rossz lehetőség, hogy bemutatkozhassanak azok az emberek, gyűjtemények, amik hát eddig ugye, hogy mondjam, a szekrény sarkába, vagy pedig a padláson porosodtak, és ezért szerencsés az, hogy hála jó Istennek mindig volt az, aki úgy érezte, hogy érdemes bemutatni ezt az ő általa készített, mert nem csak a gyűjtött anyagot gondoltuk, hanem aki például nagyon szép terítőket horgol, hogy az is mutassa meg magát. Nem árusítás céljából, mert szinte az árusítás az itt elveszett. Én azt hiszem, hogy talán ha három ilyen vásárlási akciót láttam, lehet, hogy nem figyeltem oda, de tényleg nem ez volt a domináns. Hogy lehet bejutni a bőrzére? Tehát, hogyha nekem van egy gyűjteményem, akkor hogyan tudom ezt ott megmutatni? Minden további nélkül mi azt kérjük, hogy semmiféle szűrő nincs természetesen. Jó, mondjuk nem szeretnénk, hogy mondjam, külső dolgokat, ami nem egy ilyen kiállításra való bemutatni, ez természetes, de mindenkinek van lehetősége arra, hogy bemutathassa az ő gyűjteményét, csak az az kérésünk, hogy december 5-éig jelentkezzenek. Az újságban meghirdetett címeken, elérhetéseken lehetőség van akár az én telefonomon is a 0670-220-37-71-es telefonon, hogy jelezze előre, hogy tudjunk helyet biztosítani. Tehát nem, nincs kizáró tényező, csak a hely. Az az egyetlen akadály. December 7-én vasárnap lesz a program. Azt még nem mondtuk, hogy mi a helyszíne, hány órától hány óráig lesz, és milyen programok kísérik ezt a bőrzét. Tehát a bőrze 10 órakor kezdődik, és 14 óráig tart. Itt a gyerekek ebédeltetésével kapcsolatos
intervallum van bekalkulálva, és ez a Kastélydombi Általános Iskolában van, a Pesszent Imrei István utca és a Nemes utca sarkánál található ez az intézmény. Hagyományosan ez most már a harmadik ilyen alkalom, és hát mindenkit szeretettel várunk, a bejutás ingyenes, a részvétel is természetesen ingyenes, tehát semmiféle megkötöttség van. Amiket mi szeretnénk elsődlegesen ajánlani a gyűjtögetők mellett, tehát a gyűjtési bemutatkozás és a kézműves foglalkozás az oldásoknak, iskolásoknak is. Ez mindenképpen most négy asztalon döntően a négy Imrei óvoda pedagógusai vállalták azt, hogy segítenek a gyerekeknek barkácsolni, és az a bemutatkozása a karácsonykor lesz a gyerekeknek, hogy na íme anyu, az, amit én ott barkácsoltam, ott leng a fán. Hát remélem, hogy minél többen lesznek kíváncsiak ismét erre a rendezvényre. Viszont, ha már ugye ez a téma egy asztalhoz ültetett bennünket, akkor megragadom az alkalmat, hogy egy kicsit az egyesületről is beszélgessünk, hiszen ugye 25 éves a Dr. Széki Endre Társaság. 25 év az nagyon nagy idő, nagyon kevés civil szervezet van, amely ekkora, ilyen hosszú ideig elél és aktívan működik. Ráadásul ugye ez az elsők között volt, tehát az első alapított civil szervezetek között volt. Ha most visszatekintünk erre a negyed századra, akkor nyilván nem fogjuk tudni az egész 25 évet áttekinteni. A legfontosabb eredmények, mi az, amire a legbüszkébb, amit sikerült elérni ez alatt az idő alatt? Hát tulajdonképpen a megalakulásunk se volt egy, hogy mondjam, diadal mellett elsőnek kifutásra. Hát 89-ben ott állandóan változtak a törvények. Tehát aki még akkor élt, a nőket kivéve, azok általában úgy voltak, hogy ismerték azt a lehetőséget, hogy minden héten változtak a törvények. Úgyhogy volt olyan, hogy a tanács véleményezte volna a mi megalakulásunkat. Akkor büdös életben nem alakult volna meg a társaságunk, nem voltunk nagyon jók önállók. De végül is, hát ezt a kerületbe mi voltunk az első civil szervezet, aki a háború után megalakult. A háború után betiltották a civil szervezeteket, mint tudjuk, és hát tulajdonképpen az volt az első ilyen lehetőség, hogy kiléphettünk a saját lábunkra. Tehát nem valami fölöttes szerv alakított meg minket, vagy oda kellett tartozni, vagy oda kellett beszámolni. Hál' Istennek ezek az idők elmúltak, és mi nekünk nagy szerencsénk volt, hogy végül is abba a periódusba beestünk, amikor már nem a tanács véleményezte, nem kellett külön véleményt alkotni. Ránk bízták, hogy mi alakítsuk meg. Mi 1989. október 5-én ültünk össze 10-en, ez volt a kritérium, hogy 10 tag alakíthat egy ilyen civil szervezetet. Ezt megalakítottuk, és november 1-jével fogadta el a fővárosi bíróság ezt az egyesületet, és azután volt egy úgynevezett első közgyűlés az akkori PIK-ben, és hát megdöbbenésre vettük észre, hogy több mint 100 ember vett részt az első meghirdetett közgyűlésen, és 3 hónapon belül több mint 300-an voltunk. Ez rettenetesen nagy dolog volt számunkra, álmunkban nem gondoltuk volna. De azt se gondoltuk volna, hogy mi 25 évig fogunk működni. És amikor megalakultunk, akkor még természetesen a tanács volt, és amit mi zászlónkra tűztük, és azóta is töretlenül hajtjuk, hogy ez a mi névjegyünk, és ez a legfontosabb, hogy nálunk nincs politika. Tehát teljesen politikamentesen le tudtuk vezényelni 25 évet, erre nagyon büszke vagyok. Tehát senkinek nem volt semmiféle politikai álláspontja. Volt ott Imrén elég probléma, amit mi tudtunk tárgyalni, próbáltuk kezelni, tanácsokat próbáltunk adni, meg szerettünk volna minél többet elérni. Ami még nagyon fontos, hogyha ez a megalakulásunk, ez, hát úgy mondjam, számunkra is revelációval hatott, hogy ja Istenem, hát ennyi ember, mit fogunk velük kezdeni?
Tehát ez volt a legérdekesebb, és amikor az első közgyűlésünkre készültünk, akkor nem mertünk sok célt előre tűzni, de ami legfontosabb volt, ami végül is, hál' Istennek, egy kicsit későn, de megvalósult, az a Pesszent Imre központ teljes felújítása. Ez volt az egyik. Hát kicsit későn, de megvalósult. A másik, hogy akkor követeltük vissza a Pesszent Imre nevet, mert addig Pest Imre voltunk. Az 50-es években szenttelenítették a Pesszent Lőrinc, Pesszent Imre neveket, és akkor Pest Imre, Pest Lőrinc lettünk, és mi kérelmeztük, mi voltunk az elsők, akik kérelmeztük a fővárosi tanácsnál, és végül is egy, hát egy jó 3-4 év múlva meg is kaptuk hivatalosan, de a többivel együtt, hál' Istennek, tehát nem csak mi, a Pesszent Erzsébetnek is visszaadták a szent nevét, pedig ők soha nem voltak Pesszent Erzsébet, de voltak, de hát ők nem a Szent Erzsébetről, a magyar Szent Erzsébetről, hanem a Sziszi-ről, a Ferenc József feleségéről nevezték Erzsébet falvának, később pedig Pest Erzsébetnek magukat. Na, lényeg az, hogy ez volt a két döntő motívum, és akkor elhatároztuk, hogy visszaállítjuk a Pesszent Imrei országzászlót. Ez akkor újdonság volt, és 90-ben sikerült a Pesszent Imrei demokratikus országzászlót visszaállítani. Tehát nem a régi tartalmat akartuk, hogy ez vissza Magyarországnak a részeit, hanem az, hogy magát a nemzeti lobogó, hogy végre, hogy mondjam, közterületen szerepelhessen. Ezt szerettük volna elérni, és mi voltunk az elsők az országban, akik ezt megvalósítottuk. Utána nagyon fontos volt, amit akkor kitűztünk, hogy a második világháborúban elesetteknek tudjunk egy emlékművet állítani. Ez akkoriban nem volt olyan nagyon, hogy mondjam, egyértelmű, és hát elég sok buktatóba akadtunk, mert követeleztek minket arra, hogy csak azoknak a nevét lehet emléktáblára, akit hivatalosan elismertek halottnak. Tehát aki mit tudom én elveszett, és adtak egy papírt, hogy nem tudták, hogy mi történt vele, tehát elveszettként tartották nyilván, annak nem állíthattunk emléket. Csak akinek megvan a hivatalos halotti bizonyítványa, a halottá nyilvánítása, és hát nem mindenki ment utána, rengetegen mentek akkor a halottá nyilvánításért, mert hát azért már egy-két év eltelt a háború után, és mégse jött haza szerencsétlen a családfő, és akkor ez volt. Tehát ez volt az egyik ilyen nagyobb hírjegyzetű, és ugye hát minket kísértett, és nagyon jellemző volt az akkori időszakra, hogy amikor a tanács megtudta, hogy minket megalakítottak, ó, ez a reakciós banda. Nem mondom, jó van. Mit ad Isten, változott a rendszer 90-ben. Az új nomenklatúra pedig mondta, hogy ó, ez a kommunista bagás. Mondtam, hogy gyerekek, nagyon jó helyen vagyunk. Ez a legjobb elismerés, amit kaphattunk. Ezek is azt hiszik, hogy oda tartozunk, azok meg azt hiszik, hogy ide tartozunk. Nekünk jó a középút. Nagyon sok minden történt, néhány dolgot tudtunk feleleveníteni a 25 évből. Manapság, most az adventi bőrzén kívül, mi az, ami a leginkább leköti a figyelmüket, mi az, ami feladatot ad, amivel foglalkoznak? Hát tulajdonképpen azt szeretnénk, hogy most tudunk számot vetni magáról a 25. évünkről. Tehát most jutottunk el, mert április óta szinte megállás nélkül dolgoztunk, mind valamint rajta. Ilyen volt, amit meg tudtunk valósítani, a második Pesszent Imrei gyereknapnak a szervezése. Ezt én úgy gondolom, hogy nagyon nagy sikerrel, mert kb. 700 gyerek vett részt rajta, ami én nagy szónak tartom, és amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem egy ilyen gyereknapi felhőtlen játék, ami mit tudom, miből áll, hanem feladatonként. Tehát mindenkinek adatott a lehetőség, hogy a tombola tárgyakért ő teljesít 5 vagy 10 állomást a feladatokban. Nem kell komolyra gondolni, tehát nem kellett a Himalájat megmászni hozzá, de az, hogy mit tudom én, 5-ször bele kellett találni a bohóc szájába egy ilyen dobó játékkal, de mit tudom én, halacskát kellett fogni a tóból. Tehát mindegyiknek volt egy kis játékos része,
természetesen, és volt egy feladat része. Tehát egy úgynevezett aktív gyereknapot csináltunk. Nem tudom, hogy volt-e ilyen a kerületben, biztos, hogy volt, nem mi találtuk fel a spanyol viaszkot, de mi ezt nagyon fontosnak éreztük, és a gyerekeknél hallatlan hát örömre talált ez, hogy ő keresett, és akkor kereste. A térképkereséssel volt, kezdődött az egész. Tehát elrejtettünk a különböző tárgyakat, és azt a térkép alapján ő neki meg kellett találni, hogy a fa tövében van, a homokozóban van, tehát ezt meg kellett, ezzel indítottunk. És hát ez marha egyszerű volt, jaj, gyere papa, gyere, mert nagypapával mentek. Ez például én szerintem egy nagyon klassz dolog volt, és érdekes módon mentek a telefonok, hogy te gyere, itt egy nagyon jó játék van. Tehát jöttek az emberek, tehát elsőre nem is volt olyan borzalmas sok a látogatónk, de folyamatosan növekedett a létszám. És hát nagyon jól sikerült, mert 400 tombol a tárgy, úgy a háromnegyed részére az intervallum el is fogyott. Pedig azért az elég szép szám. És nagyon élvezték a gyerekek ezt, legalábbis a visszajelzések ezt mutatják. Ennek kapcsán volt egy ilyen hősök napi megemlékezés, de az egy tulajdonképpen egy ilyen kis virágletevés, koszorúzás jellegű volt. Ezt mindenképpen szeretnénk a jövőben, a hősök napját mindenképpen beiktatni, és hogyha lehetőséget kapunk rá, hogy mi szervezzük teljes mértékben a gyereknapot, akkor én szeretném minden évben megtenni, hogy ezt a gyereknapot folyamatosan, hagyományosan megvalósítsuk Pesszent Imrén is. A következő nagyobb állomás volt, hogy stílszerű legyek, a nosztalgia vonat. Hát ennek, hogy mondjam, egy pár hajszálon beleszállt, mert rettenetesen nehezen sikerült megszervezni. Én nem hittem volna, 5 évvel ezelőtt sokkal könnyebb volt. Most volt 125 éves a Lajos-Mizsei vasútvonal, és ennek kapcsán hát azt mondhatom, hogy nagyon komoly sikere volt, mert több mint 10 000 ember vett részt rajta, az egész vonalat értve természetesen rajta. És azon döbbentem meg, hogy Imrén is közel 1000 ember volt, pedig sehol nem hirdettük szinte az újságunkban kívül. Tehát ez volt a következő, ez egy elég húzós történet volt, de sikeres. Utána, hogy mondjam, nem volt megállás, mert utána kellett rögtön csinálni a következő olyan feladatot, amit mindenképpen meg akartunk valósítani. Ez volt az első világháborús emlékmű. Ennek a teljes felújítására nyertünk pályázati pénzt országosan, és hát ennek a szervezését mi vállaltuk, és én úgy gondolom, hogy messze a várakozáson felül sikerült ez az első világháborús emlékmű. Hát annyira szép lett, hogy szinte csodájára jártak már az építkezéskor is. És én úgy gondolom, hogy talán most a legméltóbb ennek az emlékműnek a kinézete, ami azokhoz a hősökhöz stimmel, passzol, akik tényleg az életüket áldozták. Ami most érdekesség, hogy most vált teljessé az a 1989-ben elhatározott tervünk, hogy megvalósítjuk az első világháborús emlékművet, akkor egyébként mi újítottuk föl és helyeztük arra a helyre, ahol most van, mert egy nagyon méltatlan helyen volt, és középre az országzászlót valósítottuk meg, és a másik oldalára a térnek, a hősök terének pedig a második világháborús emlékművet. Azt 92-ben avattuk föl, és én úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült az a kiegészítés is, amit a katonaáldozatok tábláján tettünk, és végre most én úgy gondolom, hogy teljes a népsor, akik az életüket áldozták Pesszent Imrei lakosként a második világháborúban, illetve az első világháborúban. Most a másik, hogy még egy dolog volt, hogy ezt mi 89-90-ben ezt a teret mi terveztük meg így, egy ilyen kegyeleti emlékhelyé. Annyiból változott, hogy a
játszótérnek a kerítése az egy kicsit más formátumba került be, és más lett a járda, átlett építve. Egyébként ezt a változatot mi annak idején lerajzoltuk, és ez volt az úgynevezett kegyeleti emlékhely, és most már úgy érzem, hogy méltó ez a kegyeleti emlékhely ez a névhez. Sok minden sikerült, rengeteg az eredmény. Hát kívánom, hogy a következő 25 évben hasonló sikereket érjenek el, és köszönöm, hogy beszélgettünk. Köszönöm szépen.